Üdv prepperek! Ebben a videóban a Brainite PT16 A típusú lámpáját szeretném bemutatni nektek. Ez egy taktikai lámpa, és ami miatt nagyon várom már a tesztet, az pontosan az, hogy az SFT70 Luminous gyártmányú LED-et használták ebbe a lámpába, ami mai nap a piacon a legmodernebb és a leggazdaságosabb LED. Úgyhogy gyertek és tartsatok velem! Most pedig nézzük meg ezt a Brainite lámpát. Dobozon különösebb dolgok nincsenek feltüntetve, maga a típus, taktikai lámpa, és hogy 3000, gondolom itt céloznak a 3000 lumen képességére, de hogy különösebb nem található. Dobozunkat kinyitjuk, és a Brainite-tól megszokottan ezt a kukorica keményítős csomagolást kapjuk, ami egyébként örvendetes, mert legalább nincs annyi műanyag szemét. Itt van maga a kis lámpánk, megnézzük, hogy még milyen ajándékokat kaptunk hozzá, ugyanis ez nem a standard verzió, hanem ez egy taktikai verzió, így aztán kaptunk hozzá rögzítő dolgokat, amivel a puskára, fegyverre föl lehet szerelni, illetve kaptunk egy speciális távirányítós farokvéget, amivel a ravasznál könnyedén át tudjuk állítani, vagy be tudjuk kapcsolni a lámpánkat. Ja igen, ebbe volt a kis rohamszíj, egyébként egy jó minőségű, ilyen puha anyagból készített kis rohamszíj, 2 darab tömítőgyűrű, és a user manuál, garanciapapír és egy reklámanyag. Ezt kibontom, bár fog készülni egy olyan videó, amiben kifejezetten fegyverre fogjuk felszerelni és leteszteljük, hogy mennyire megbízható a fegyveren. Ugye ez a hagyományos rendszerű rögzítés. De ezt majd később. Most nézzük meg a lámpánkat. Ugye maga a lámpa teste az szintén a repülés technológiában használatos, nagy szilárdságú, mellette rugalmas alumíniumból készül. Egy nagyon kemény eloxálás kap a Brainite, kifejezetten büszke a jó minőségű eloxálásról, és azt kell mondjam, hogy ez tényleg az is, tehát hogy nagyon minőségi a kivitelezés. Itt kaptuk meg a nagyméretű terjedelmes lencsénket, ugye a hagyományos lencsével látták el, ami egy 3000 lumen maximális fénykibocsátású SFT70-es Luminous LED. És így maga az eszközünk különben 458 méteres sugártávolságra képes. Itt mindjárt látható, hogy van egy ütőkoronánk, mint minden taktikai lámpát ugye elláttak önvédelemre is, vagy üvegtörésre is. Itt a hegyek egyébként acélhegyek, és egy titániumból készült koronát kapott, hogy kevésbé sérüljön, mint a egyébként kemény alumínium. Ugye itt kaptunk egy, hát én ezt úgy hívom, ezt a kezelő gombot, hogy ez a turista fogás, tehát ez így megyünk kirándulni, viszont ugye taktikai lámpa lévén, ezért ők egy farokvég kapcsolót is kaptak, amivel viszont így világítunk, tehát ugye így tartjuk föl a kezünkbe. Itt mindjárt a optika alatt helyezkedik el a USB-C töltő ajzatunk, ami egyébként belül is szigetel, tehát nem csak a dugó szigeteli el a víztől, hanem az inkább a portól, belül pedig teljes mértékben szigetelt maga a lámpa. Most pedig nézzük meg azt, hogy milyen akkumulátor található az eszközben. Ezt a farokvég kapcsolót leszedjük, ami egyébként természetesen aranyozással van ellátva,
és itt fel is tárul előttünk egy 5000 mAh Brainite 21700-as akkumulátor, természetesen arannyal bevont. Ja, és akkor, ha már itt vagyunk, akkor megmutatom ezt a fajta csatlakozási lehetőséget is, tehát ez ugyanúgy ugyanazokat a funkciókat elő tudja hozni ez a két gomb, mint az eredeti farokvégkapcsoló, ugye ezen is két darab gomb található, és ezen is, ugye ezt rakják a ravaszhoz, és ezzel tulajdonképpen távirányítva lehet funkciókat előhozni, stroboszkóp funkcióra átváltani, úgyhogy ez egy speciális kiegészítő rendvédelmi szerveknél, vagy vadászoknál, de rakjuk vissza a hagyományos, mondom, erről fog készülni majd még egy rövid videó, hogy mennyire állja meg a helyét nagyobb igénybevételnél. És akkor nézzük meg a lámpa funkcióit. Ugye a farokvég kapcsolónk, ez a fő kapcsoló. Tehát ez a kapcsoló a fő kapcsoló. Ha ezt bekapcsoljuk, akkor akár az első gombról tudjuk a fokozatokat állítani, akár a hátsó gombról. Tehát amikor így kézbe van, akkor ezzel a kis bütyökkel gyönyörűen tudjuk vezérelni a lámpánkat, és ugyanúgy ezzel is. Ha kétszer megnyomjuk, akkor pedig előhozzuk a stroboszkóp funkciót, változó intenzitású, tehát igazán kellemes a zavarásra. Adunk neki egy kis töltőfeszültséget, ugyanebben egy 5000 mAh-s akkumulátor van, amit 5 volton, 2 amperrel enged tölteni. Ugye itt látható a töltöttség visszajelzés, ami most jelenleg nem 100%-os, ugye, mert sárgás a fény, tehát most jelenleg olyan 60% körül lehet az eszközünk. Nézzük meg, hogy milyen kibocsátási szögekkel rendelkezik a ledünk. Ugye taktikai lámpa lévén tőlük nagyon derítő fényre ne számítsunk, és most ezt a visszaverődőt, ezt kifogjuk, eltávolítjuk. Nagyon érdekes ez a kis lilás szín, ez egyébként annak köszönhető, hogy tükröződésmentes edzett üveg a lencse előtt, ami van, és egy nagyon vastag üveg, most én pont látom, de a kamera sajnos nem adja vissza, mert elvakít, de ezt a lilás kis horizontot egyébként lehet látni, és ugye maga a törőfejek azok, amik így kiárnyékolnak ilyen furcsa vonalban. Na de nézzük meg a kilépési fényt. Hát 90, hát igazából kevesebb, mint 90 fok, durván 90, attól függ, hogy milyen távolságban nézzük, de akkor inkább nézzük így centrálisan. Hát inkább 70 fok, tehát én azt gondolom, hogy inkább 70 fok, és látható, hogy egy jó fókuszált fény, és egy ilyen, hát ilyen háromszög alakú egyébként a horizontja. Most pedig nézzük meg azt, hogy hány gram maga az eszköz, ugyanis nagyon nem mindegy, hogy ezek a rúdlámpák milyen nehezek, mert ezek már nehezek tudnak lenni. 222 gram akkumulátorral együtt. Az nem is olyan rossz, viszonylag kompakt, a maga a
optika fejese széles, tehát könnyen egy ilyen szütyőbe szépen bele lehet csúsztatni. Ez pedig kifejezetten tetszik nekem, hogy itt a taktikai farok végnél kapott egy ilyen új támasztékot, tehát ha gyűrű nélkül is, taktikai gyűrű nélkül is tökéletesen lehet úgymond használni, hogy ennek így beakassza az ember az ujját. Mert ugye a taktikai gyűrű az még viszonylag sok helyet foglal el, és az zavaró lehet, illetve hiányozhat az, hogy nem tudod klipszelni dolgokra. De ez szerintem ez egy jó kis megoldás, tehát kényelmesen fogható, meg antiroll, tehát tényleg igazából csak egy fordulást tud fordulni, tehát nem fog elgurulni neked egy enyhe lejtőn, nyilván a szakadékba le fog zuhanni. Nos, nézzük meg, hogy este hogy muzsikál ez a kis lámpa, úgyhogy most pedig következzenek az éjszakai felvételek. Most nézzük meg a Brynight lámpáját. Nos, amint láthattátok, ez az SFT70 Luminous LED igazán jó képességű lámpává ruházta föl ezt a Brynight taktikai lámpát. Azt kell mondjam, hogy energia szempontból is igazából teljesen hozta a gyári adatokat, miszerint 120 lumenen 20 órán keresztül képes világítani ez a lámpa. Én azt gondolom, hogy ez igazán meggyőző, és ami miatt még kifejezetten tudnám ajánlani ezt az eszközt, az a mérete. Tehát ő egy kompakt méretű, mégis 21700-as 5000 mAh-val felruházott akkumulátorral látták el, és ami még szintén nagyon tetszik benne, hogy egy ilyen gyűrűt kapott az a rúdtest, ezáltal könnyen, stabilan ujjam közé tudom fogni, és nem esik ki könnyedén az ember kezéből, hogyha ilyen taktikai fogásba használja. Mellette pedig, ugye, amit kifejezetten szeretek az ilyen rúdlámpákba, ami úgy van kialakítva, hogy van egy ilyen turista mód is, egy alsófogású kapcsoló is, amivel tudom a módot változtatni. Úgyhogy a linket el fogom helyezni a videó leírásába, kérlek, hogy nézzétek meg a részleteit ennek a lámpának. Én tényleg csak ajánlani tudom. Nálam a teszteken jól átment, úgyhogy ha szeretnétek továbbra is ilyen hasonló tartalmakat, lámpákról, outdoor tevékenységekről, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, ha még nem vagytok. Nyomjatok egy lájkot erre a videóra, hagy kapja föl az algoritmus ezt a csatornát. Köszönöm a segítségeteket, mindenkinek erőt, reménységet, sziasztok!